Kedves nézőink, Választás 2022 című sorozatunkban, mert hogy arról lesz majd szó, szeretettel köszöntöm a stúdióban Takács Lajos, független képviselőt, Badacsony Tomai önkormányzati képviselőt, ugye, aki arról is híres, hogy mostanra fölkapta az országos sajtó, miután kizárták a Lehet más a politika nevű pártból, de ne szaladjunk előre, majd erre is kérdezek. Megkérdezem, hogy miért döntött úgy, hogy megméretteti magát az országgyűlési képviselői választásokon, hiszen a legutóbbi ilyen jellegű szereplés azért nem volt az a csúcs, ismerjük be. Sok szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt. Azért gondoltam, hogy elindulok a választáson, mert most van a legreálisabb közvéleménykutatás az országgyűlési választás. Tehát itt jön ki a legjobban az, hogy ki itt támogat, kinek mi szimpatikus, és én úgy gondoltam, hogy független jelöltként megmérettetem magam. Tehát ez a választás egyenlő egy közvéleménykutatással? Hát a választás népszerűség... maga a közvéleménykutatás. Értem. Uh-huh. Jó, hát egyébként van egy saját Facebook oldala is, amelyen jelentkezik rendszeresen videóival, és gondolom ott is kap visszajelzéseket, tehát már az is egy fajta közvéleménykutatás. Milyen tapasztalatai vannak eddig? Hányan jeleztek vissza? Mit jeleztek vissza? Érzi-e maga mögött a társadalmi támogatottságot? Én nem csak a Facebook oldalon érzem, mert az egy hónapja indult el, hanem az emberekkel való beszélgetés során. Ugye 12-én kezdődött szombaton az aláírásgyűjtés, és függetlenként gyűjtöm az aláírást, rengeteg házba kopogtattam be, itt Ajkán és Tapolcán is, és amikor kimondom, hogy független jelölt vagyok, akkor mintha ilyen megkönnyebbülés lenne az embereken, és azt mondják, hogy jaj, de jó, és szívesen aláírnak. Tehát ha RMP-s lenne, akkor nehezebb dolga lenne? Ez azt jelenti? Én most pont ezen gondolkodtam, mert ugye 18-ban ugye kizárták a pártból, mint említettem, épp azért, mert nem tette magáival az ellenzék összefogás megállapodását. Igen, viszont 18-ban, hogy én csak RMP-s jelöltként indultam, viszont nem volt könnyű, azt kell mondanom, akkor ugye gyűjteni, meg végigmenni a házakba az aláírásokért, viszont így függetlenként, mintha nagyobb nyitottság lenne az emberekbe. Na ez is egy és tapasztalat. Lehetséges, hogy ez pontosan azért van, amiért én is ugye elkezdtem ezt az új hullámos folyamatot csinálni, mert ugye az embereknek ugye kompletten politikából van egy ilyen megcsömörlődésük. Igen, hát erről beszélünk egy kicsit, de hadd vágjak a közepébe azzal, hogy mi az üzenete a kampányának. Vannak-e tanácsadói, vagy van-e ön mögött egy stáb, amelyik ezt kidolgozza, aki ezen dolgozik? Hát a legnagyobb tanácsadó az az élet és a fiatalság, mert a legnagyobb üzenet szerintem az, hogy politikával kell foglalkozni. Hát nem mindenkinek. Ja, nem mindenkinek, de mindenkinek érdemes lenne legalább most a választások alatt, mert most dől el az ország sorsa 4 évre. Ez biztos. És, de ezt mégis kicsit lazábban kezeljük, hogy lazábban álljunk hozzá, mert ugye mindig kapják... Tehát ne görcsöljünk ezekkel. Igen, tehát az emberek folyamatosan kapják ezeket az üzeneteket, hogy a rezsicsökkentés, akkor a minimálbéremelés, minden jobb lesz, csak ránk kell szavazni. Igazából ugye sokszor hallani, hogy személyi problémák vannak, tehát ma az is elhangzott többször, hogy a mostani kormányzati intézkedések maradnak, csak a vezetőit kell lefejezni, az emberek ezt unják. És én szerintem ezért kéne egy másabb, újabb... Tehát ez a lehet más a politika? A lehet más a politika önmagában szerintem egy nagyon jó kifejezés is, meg maga az ötlet is nagyon jól indult akkor, csak látjuk, hogy most 2022-re hova jutottunk. Ugye 18-ban is volt egy hasonló probléma itt a koordinálás, nem koordinálással, most arra összefogással állt össze, viszont én még mindig ugyanazt tartom, vagy ugyanazt mondom, mint amit 4 évvel ezelőtt. Tehát ön maradt egy helyben, csak a politika elmozdult valamilyen irányba. Egyébként van egy olyan vélekedés, hogy ha valaki nem csatlakozik egyik vagy másik oldalhoz most, ugye az ellenzéki összefogáshoz, vagy a Fideszhez, az tulajdonképpen a Fidesz szekerét tolja, és a kormányváltás lehetőségét csökkenti. Hallotta már ezt a véleményt? Vagy mi erről a vélemény, az ön véleménye? Igen, csak nekem mindig az a kérdés, hogy ezt miből gondolják, vagy ön miből gondolja ezt, hogy én a Fidesz szekerét... Hát én abból gondolok, hogy... Vagy ez hogy jön? Elfogadom azt, aki úgy vélekedik, hogy minden szavazatot szükség van a kormányváltáshoz. Tehát aki, és ezért tömörült az ellenzék, végre benőtt a fejlágya, de ezt ne minősítsük,
hogy egységesen lépjen föl a jelenlegi kormány ellen, mint megmutatták az elmúlt évek, egyébként hajszálon múlik, vagy egyáltalán nincs is esélye sok esetben, hogy váltást eszközöljön ki, változást eszközöljön ki, és most úgy döntöttek a politikusok, hogy összefognak, és együtt állnak ki a Fidesz kormánnyal, nem Fidesz-szel politikus szemben. Döntött így, nem minden ugye politikus döntött. Pár döntött így, és ugye jelenleg van a választási kampány, illetve most még most is, hogyha valaki szeretne, el tud indulni, mert ha vagy összegyűjti az még aláírásra, lehet fölvenni jelölőjéveket, persze. Még lehet, és ugye most van ez elvég a demokráciának az ünnepe. Tehát, hogyha valaki szeretne elindulni, akkor most az egyik politikai tömbnek, vagy az egyik politikai tömbhöz tartozó pártok vezetői megmondják, hogy te ne induljál el, akkor ez hogy áll össze? Igen, de gondolj, hogy most itt van az ide az egyéni ambíció kiélésére, vagy pedig a nagyobb képet nézés. Én a nagyobb képet nézem. Később meglátjuk, de most álljunk be az egyik vagy a másik oldalra, mert különben ebből. Ön például mit szeretne elérni, hogy legyen kormányváltás, vagy ne legyen kormányváltás? Hát én már az előző választáskor is ezen dolgoztam, hogy legyen kormányváltás, tehát most is... De akkor miért nem fogadja el a nagy-nagy többség véleményét? Hogy most akkor szerényemnek kell lenni, és nem lehet mindenki országgyűlési képviselő, nem lehet minden párt külön induló, és megmutathatja, hogy milyen kemény csapatot vezetnek, hanem összeállnak, és így próbálnak szembe menni azzal, ami csak az összeállás, az összefogással dönthető. De a nagy többség az még mindig az a hat párt, illetve plusz a miniszterelnök jelölt, és ezen kívül még vannak emberek, akik nem akarnak a két tömbhöz tartozni. Ezért mondtam én is, hogy a független jelöltségem, az annak az aláírás támogatásban ez megmutatkozik. És a korábbi tapasztalatok alapján is mindig is volt igény arra, hogy ne csak ez a kettő nagy elfogadom közül lehessen választani. Kétszínű a világ, többszínű persze. Ami nagyon fontos, hogy ez szerintem túlmutat a mostani választáson. Ez a programom, meg ez a tervem, az ötletem. A programjáról keveset tudunk, tehát hogy van kiforrott programja, ugye az Egyesült Ellenzék a mai napon, hát a felvétel napján hozza nyilvánosságra a programját. Önnek van ilyen kiforrott programja, ami részletesen taglalja mondjuk a nyugdíjasok helyzetét, a pedagógusokét, a szociálpolitikai kihívásokat, ugye az egészségügyet, a közbiztonságot, a külpolitikát és így tovább. Tehát elég régóta foglalkozom ugye ezekkel a program tervezési pontokkal, illetve azzal, hogy milyen üzeneteket terveztünk korábban is, akár LMP-sként, vagy eljutatni az emberekhez, viszont úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez azért nem fontos, mert 12 éve a mostani kormány az program nélkül kormányoz. És a másik oldalon én azt veszem észre, hogy ott is programnak hívják, de igazából ígérgetés. Azt mondják, hogy folytatjuk. Ígérgetés, és még több az, hogy ha ránk szasztok, akkor még jobb lesz. De önnek személy szerint van valami? Az világos, csak én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a két program, vagy a programverseny közül, ami amúgy nincs, azon kívül azzal foglalkozzunk, hogy én miért lettem jelölt, vagy miért vagyok jelölt ezen a választáson. Értem. Azért néha nem kerülheti az ember el a konkrétumokat, tehát önnek balatoni emberként, ugye Badacsony-Tomai önkormányzat, van-e valamilyen kapcsolata a Balatonfejlesztési tanáccsal mondjuk, vagy hogy nézi azokat a fejlesztéseket, amiket mostában sokan inkább rombolásnak tekintenek, szállodaépítés, a part elvonása? Hát az egyik ugye a legproblémásabb beruházás, ami Badacsony-Tomait érintette, az most késő ősszel volt, ugye a Badacsony-Őrsi kemping fejlesztéssel kapcsolatos, ahol ugye egy területrendezési szerződés aláírására került sor, és én személy szerint azt kifejezetten azért tudtam támogatni, mert megszületett egy olyan megállapodás, hogy ez a Badacsony-Őrsi lakosokat nem érinti hátrányosan, hogy vízhez jussanak. Mert ugye a vízhez jutás biztosítása a legfontosabb az, hogy ez ilyen helyi önkormányzati probléma, tehát a NER terjeszkedése, a kikötőépítések, szállodaépítések szintén a Balatont érintik, de nem csak Badacsonyt. Világos, ezzel én is teljesen egyetértek, hogy az ilyen szintű beruházásokat fel kell függeszteni, de én még mindig azt mondom, hogy most hiába mondanám ugyanazt, mert nem ezen van a hangsúly, hanem az, hogy a programba, meg miért képviselem ezt, meg milyen elvek szerint megyek tovább, amit 4 évvel ezelőtt is ugyanúgy képviseltem, és ugye most már nem köt semmilyen
pártnak a, úgymond a felügyelete, vagy a fegyelme, hogy milyen véleményt tudok elmondani, de ettől függetlenül a Schiffer András által képviselt elveket, hogy a kommunistával, meg a fasisztával még mindig nem közösködünk, ezt én vallom, és egyetértek. Értem, fogadjuk el. Itt a nagy ellátórendszerekről, egyebekről akkor nem is kérdezem, de azt viszont megkérdezem, hogy mennyire tájékozott a saját körzete megoldandó problémáiról. Tehát ugye a hármas szám választókeret nem csak Badacsony, Tomaj, hanem Tapolca, Ajka és számtalan kis település, hogy itt vannak kórházak, mentőállomások vannak, vagy nincsenek, és így tovább. Tehát ezekbe a részletekbe bele tud menni majd esetleg? Ez vagy? Világos. Én a későbbiekben természetesen erről fogok beszélni, de még mindig azt tudom mondani, hogy ezeket a programpontokat, tehát én is el tudom mondani, hogy hány településen legyen plusz mentőállomás. Például Baracsony-Tomajon is ugye folyamatosan kérdés, hogy legyen-e fix éves mentőállomás. Jelen helyzetben nyáron van. Igen. Egy tehát a nyári időszakban ugye folyamatosan van a megnövekedett turista létszám miatt is mentőállomás, meg az egyéb egészségügyi, meg a program dolgokkal, de most sokkal fontosabb ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hogy én miért is lettem jelölt, és hogy miért indulok különösként a választáson. Azért lett jelölt, mert valaki ellen indul, hogy valami nem tetszik? Tehát mindenki ellen. Tehát én azt mindenki tudom, ellen. Tehát én azt egy tudom mindenki mondani, ellen. Hogy két tömb ellen. Tehát ugye most ennyire leszökítették az országot, tehát hogy... Ön akarja a mérleg nyelvét esetleg játszani, ha... Nem, hanem azoknak az embereknek lehetőséget adni, akik ugye nem találják meg magukat egyik tömbbe se. És emellett, ami nagyon fontos, és ezt programpontként is lehet értékelni, mert ugye ez 18-ban is az egyik kiemelt fókusz volt, a fiataloknak a helyzete. És ugye amellett, hogy ugye az elvándorlás, meg amiről akkor beszéltünk, azon kívül ez a politikához való közelebb hozás, amit én kitűzött célként gondoltam el, mert őknek is muszáj részt venni. Tehát ugye ez az előválasztás, meg a mostani választás, tehát ezek is rengeteg kérdés. Hány fős a parlament, kik jutnak be, milyen folyamatban. De ezeket is el kell hozzájuk juttatni, hogy pontosan tudják, hogy mi történik. Egy körzet képviselője egy körzetet képvisel, ahogy a nevében is van, tehát nem általában a fiatalok felvilágosítása, vagy az oktatás, korhatárnak az emelése, vagy csökkentése, kötelező oktatási korhatár, ilyenekkel, hanem helyben azért jó képet kell kialakítani. Én olyan szinten a helyieket képviselem, hogy Baracsony-Tomajon nekünk már van egy több mint 50 fős fiatal egyesületünk, amit a 2019-es önkormányzati választás után hoztunk létre. Ebben egyéb Baracsony-Tomajt és a környező településeket érintő program lehetőségekkel próbáltuk feldobni azért, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymással. És mivel engem már ott úgy ismertek meg, hogy én politikával foglalkozó fiatal vagyok, ezért már így is jobban érdeklődnek, vagy többet foglalkoznak vele. És ugye a programomban is az van benne, hogy első körben ugye a saját településem és környéke, ezen kívül a választókerület, és természetesen Veszprém megye. Mert ugye én a teljes fiatalságom ide köt. Ő most járja Veszprémet, illetve ezt a választókörzetet, nem is az egész megyét. Van-e különbség az érdeklődésben a települések között? Tehát az aláírásgyűjtésben ez hogy mutatkozik meg? Hol a legnépszerűbb? Lehet-e már ilyen képet? Hát, hogyha most az elmúlt napok tapasztalatait így el tudom mondani, akkor azt kijelentetem, hogy Csimegen kiemelten sok támogatást kaptam, és ott voltak eddig a legnyitottabb. Ezután következik Tapolca, és a kitelepülésen, az Ajkán volt az, hogy a óra szerint a legkevesebbet tudtuk gyűjteni, de ez annak is lehet az oka, hogy több kitelepülő volt mellettünk, mert Sümegen egyedül voltunk. Tehát elszívták a igen, tehát az elszívára is volt a adókat. Többi. Egy kérdésem lenne még, mindent egybevetve, még a legutóbbi parlamenti választásokat is, ami elindult végül is, körülbelül hány szavazatra számít az idén, illetve áprilisban? Szerintem én azzal, hogy elindultam a választáson, veszíteni nem tudok, és bármilyen eredményt érek el, én annak örülök, de természetesen annak örülök a legjobban, hogyha megnyerem. De megvan már az 500 aláírás? Szerintem a mai napon, ha léptük át a 300 aláírást. Tehát van rá első, hogy tehát ugye mi nem csináltunk versenyt ebből, hogy most első nap leadjuk
az aláírást, szépen gyűjtjük, én hétfőn tehát konkrét számot nem nevezze meg, hogy mondjuk nem tudom, mert most négy éve volt 1000, az idén lesz 10 000 vagy 100 000 vagy. Ezt így én erről nem tudom megmondani. Jó, akkor majd meglátjuk, a Vak is azt mondta. Köszönöm szépen. Viszont hogy... igen? Hogyha több meghívást nem kapnék az Ajka TV-be, akkor előre is boldog nőnapot kívánok mindenkinek. Ez nagyon gáláns dolog volt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba.